Sziasztok! A mögöttem álló épület a budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium. Itt működik a Latinovics Zoltán diákszínpad. Ez a színjátszókör nemrégiben készített egy előadást Boldog Apor Vilmosról. A következő néhány percben ezt az előadást, illetve azt láthatjátok, hogyan készültek erre a darabra. Csináld, jó, megcsinálom, ne iszkuljál. És leesett az egyik tűgyereket. Itt van. Ja, és még a szemüvegem. Azt mondom. Megvan? Elhoztad? Hogy ne hoztam volna? Most nem csinálom. Árpád, készül a kollárét. Neked ez? Nagyon jó, nagyon jó. Dicsértessék, kolléga úr. Én eddig még nem játszottam olyan darabban, ami egy konkrét eseményről szól, és amiatt, hogy igazából nem arról van szó, hogy mondjuk egy Millionba játszottunk, vagy egy Shakespeare darabba, vagy egy Tamásiba, hanem egy konkrétan megtörtént történelmi eseményt kell igazából reprodukálni. Én például Mindszentiként egy konkrét embert valósítok meg. Akció nagyon ugye nincs benne igazából. Egy szintér van, egyszer váltunk egy kicsit, de pontosan ezért egy nagy kihívás volt, hogy egy igazi tárgyalást így, úgyhogy mindenki ül, mozgás nagyon nincs, egy történelem van, amit elő kell adni. Saját fejemet látom. Ki ez a jóképű fiú? Ja, nem, ez csak én vagyok. Milyen szerény a Jancsi. Ez egy komoly történelmi esemény, ez egy nagy felelősséget is ró ránk, hogy ha lehet így fogalmazni. Személy szerint ez így, nekem egy kicsit ilyen hálátlan, hogy én meg a katona kilelőtte ugye a parpüspöket. Ez eredetileg úgy készült a darab, hogy engem Lukács Huba, a diák színpad igazgató, hogy vezetője fölhívott, hogy az Apor Vilmos Társaság szeretne az Apor püspök halálának 70. évfordulójára egy ilyen megemlékező műsorot készíteni, és hogy ezt egy ilyen dramatizált formában képzelnék el, és hogy én írjam meg ezt a darabot. Én ismertem Hubát korábban, mert én tanítottam is ebben az iskolában, a három gyermekem ide járt, jár is, a diák színpadon is játszanak a gyermekeim, de ismertem magát a helyszínt is, és hát ennek az apropóján készült el nyáron a darab. Választotta a szenvedéseket. Saját magam? Senki sem választja szándékkal a szenvedést. Mégis önként lett pap. Persze. De nem azért lettem pap, hogy a kommunisták börtönébe üljek. Fekje volt? Nem. Ez volt a sorsod. Ahogy akkor püspöknek is. Vállaltuk a mártíriumot. Hogy megmentse az asszonyokat a gyalázat elől. Ugye nagyon érdekes, hogy én például Apor Vilmosról nagyon keveset tudtam, és a darab által szerintem többek is így vagyunk, mert nem akarok másnak a nevében beszélni, de én ezeket a dolgokat nem tudtam, hogy ekkora áldozatokat hozott emberekért, és mint ő egy teljesen más kontextusban jelenik meg előttem, mintha csak olvasnám valahol, hogy egy pap. És azáltal, hogy előadunk róla egy darabot, megismerjük őt magát is. És szerintem hatalmas dolog az, hogy így ilyen közelről megismerhetjük őt. Talentumokat, tehetségeket gondozó gimnáziumban vagyunk, ahol ez is egyfajta talentum kibontakoztatás. Gyerekek, tehetséges, tizenévesek megmutathatják azt, hogy színjátszásban, szép magyar beszédben, retorikában mire képesek. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy konkrétan mondjuk ez a darab is, ami ugye Apor Vilmos életéről szól. Úgy érzem, hogy a mai világban egy olyan embert mutat föl a kamaszok előtt, aki elveiért életét áldozta, mondhatnánk azt, hogy jó pásztor életét adta juhaiért, és ebben a sodródó világban, ahol nagyon nehéz olyan elveket
olyan értékeket felmutatni, amire a gyerekek fogékonyak, ez a darab példásan alkalmas, megfelelő. Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja a barátaiért. János evangélium a 15. rész, 16. vers. Jézus miért nem szaladt el? Miért nem hívta segítségül az angyalokat? Az angyalok hallgattak volna a szavára, és elkergetik a rómaiakat, ha ő akarja. Valamikor nem lehet elfutni. Ha akkor ő elfut, akkor nincs a megváltás. Ha pedig nincs a megváltás, akkor nem lennék mi, nem lenne az egyház. Ha pedig nem lenne az egyház, akkor nem várna rá az üdvösség. A kezdő és a záró mondat az ugyanaz, az a János evangéliumban az a rész, hogy senkinek nincs nagyobb szeretet annál, mint aki életet adja barátaiért. És ugye ezt az első jelenetben egy kisfiú egy hitamra olvassa föl, kicsit dadogva, kicsit nehézkesen, alig értve magát a mondatot, és ugye azt szerettük volna, hogyha a darab végére, amikor utolsóként ugyanez a mondat hangzik el immáron, szépen a darab szerinti bíró, a történet ítélőszékenek bírája szájából, hogy végül is az apori életmű hogy lesz ebből a dadogó, nem alig értett mondatból, ami ugye csak egy halott szöveg a Bibliában, hogyan válik ez apori életében egy megért valóságá, és hát ugye ez e köré a mondat köré épül a darab tulajdonképpen. Figyelmet kérek! A történelem ítélőszéke megkezdi soron következő ülését. Ezúttal Apor Vilmosról hozunk döntést. Felkérem a referensurat, tartsa meg a beszámolóját. Báró Apor Vilmosról a közvélemény sokáig nagyon keveset tudott, így az ítélőszéknek nem állt módjában korábban összeülni. Illetve korábban történtek kísérletek a történelem aktuális irányítói részéről a II. Világháborúval kapcsolatba került személyek megítélésére, de ezek nem vizsgálták részletesen a báró működését. Jól értelmezem, hogy a korábbi döntés inkább negatív volt? Amit említettem, az adott korszak kizárólag a pillanatnyi politikai szempontok alapján ítélkezett, és akkor püspök ellen három olyan érv szólt, amelyek külön-külön is alkalmasak lehettek a megbélyegzésére. Ez az első darabom, amiben szerepelek. Sokáig néztem, hogy milyen darabokat játszanak, és hogy milyen szinten folyik itt a munka, és azt is láttam, hogy milyen közösség van így a diák színpad mögött, és hogy ez tartozni is jó dolog, mert egy baromi összetartó közösség, főleg egy ilyen darabban, ahol 12-en vagyunk. Nagyon érdekes volt azt átélni, hogy eddig csak nézőként jelentem meg, nekem is ez a második darabom a diák színpadnál, eddig csak nézőként jelentem meg különböző színházakban, és fogalmam sem volt, hogy mekkora munka áll egyes darabok mögött, és hogy ez most tanában ez már a dolgunk is, hogy elnyerjük a figyelmét a nézőknek, a hallgatóságnak, és utána fenntartsuk ezt a figyelmet, és tulajdonképpen szórakoztassuk őket, vagy mindenképpen lefoglaljuk őket, hogy ez a mi feladatunk is, és hogy ebben tényleg egy nagyon nagy munka áll mögötte, és ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha egy erős közösség van, és baráti kapcsolatok jobb esetben. Miért kért tőlem kihallgatást? A nyilas kormány börtönbe vetett magyar főpapokat. Köztük Mindszenty Józsefet, a Veszprémi Egyházmegye püspökét. És vajon miért tett ilyet? Megfogalmaztak egy memorandumot a háború befejezésének érdekében. Mindszenty volt a kezdeményezője, ő vitte az iratot Szárasinak. Valami destruktív irvány bizonyára. A háború befejezésének sürgetése, az emberélet és a vagyontárgyak megmentésének elsődlegessége nem lehet destruktív. Milyen jól beszél németül, püspök úr? Innsbruckban végeztem a teológiát. Ott tanult meg ilyen tökéletesen? Az édesanyám alatt van németül beszéltünk. Hát akkor na mi emberünk, a birodalom embere? Én magyar vagyok, Eisenmayer, magyar és katolikus, katolikus főpap. Hogyne, tudom, de nem értem. Katolikus püspök létére azzal folyamodott a hatóságokhoz, hogy meg akarja látogatni a győri gettóban a zsidókat. Én igyekszem minden igazságtalanság és embertelenség ellen felemelni a szavam. A hívei... Nem a hívei püspök úr. Nem keresztény. Üldözött ember. Itt lehet az ember királyfi, itt lehet szolga, itt lehet postás, bármi, és hogy ez nem egy földi szintér. És ez valóban így van, hogy nagyon sok mindent kipróbálhat az ember önmagában, és biztosan sokat segít a személyiségfejlődésben és a gondolkodásmódban. Én ezt most egy néhány év elteltével tapasztalom azt, hogy mit jelent keretben gondolkozni, kicsit színesebben sok mindent belelátni, és több mindent értékelni a világból. Emellett pedig egy kiváló közösségi szintér a diák
színpad. Nagyon-nagyon jó emberek találkoznak itt, nagyon összeszedettek és koncentráltak, ezt most is megtapasztaltam, hogy ez nem egy könnyed darab, pláne nem egy tizenéves fiatal számára, és mégis át tudja élni, át tudja érezni, komolyan veszi, és a próbák, illetve az előadás során nagyon-nagyon összpontosítanak, és nagyon jelen vannak a színpadon. Nekem nagyban megváltoztatta az áldozatnak számomra való fogalmát, hogy kicsit rálátni arra, hogy a múltban mit tettek, és másoknak mit jelentett az, hogy áldozatot hozni valakiért. Mikor próba folyamat során megtanultuk, akkor nekem nagyon megható volt így elolvasni magát a szövegkönyvet is, és alkalmazni a mindennapi életemben. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritus spirit. Akkor kell csöngetni, mikor a papa azt mondja. Te ne barkod! Te igen, most azt játszunk. Mindig misést kell játszani. Egyszer játszunk azt, amit én szeretném. Neked sem árt, ha misést játszunk. Inkább figyelj oda, és akkor csönges, amikor szól. Majd, ha pap leszel, minden nap játszasz misést. Nem szeretsz ministrást játszani? De szeretek. De az a legjobb, amikor csöngetek. Na jó, akkor csöngessél. De az igazi ministrán sem csöngethet össze-vissza. Figyelj oda, és akkor csönges, amikor kell. Akkor olvasunk evangéliumot. Majd olvasunk, még nem tartunk ott. De én szeretnék evangéliumot olvasni. Ministrán nem is olvashat evangéliumot. Akkor olvasd te. Jó, hát meg kell keresni, hogy mit rendeltek már. Mindegy, olvasom, majd én kinyitom. Ministrás, nem is olvashatna evangéliumot. Te sem is részletet, nem vagy felszentelve. Jó, akkor olvasd. Az apor öccsét az én kisebbik fiam kapta, apor püspök szerepét pedig a nagyobbik fiam játssza, Álmos fiam. És így aztán van egy olyan jelenetük, amikor megírtam, ez eszembe se jutott, ahol a nagyfiam és a kisfiam egymással, mint testvérek szerepelnek a színpadon, mint az apor testvérevel együtt. És ez nekem ez tulajdonképpen egy olyan élmény és egy olyan megható dolog, hogy én azt gondolom, hogy ezért az jelenetért megérte, és azért a látványért ezt megérte, már megírtam. Az, hogy én ide bekerültem, ugye, az nem csak arról szólt, hogy hú de jó felmenni a színpadra és beleélni magunkat a szerepbe, hanem egy olyan közösségbe kerültem bele, ami akiket egyrészt megismerni egyszerű volt, másrészt tényleg nagyon jó volt ide bekerülni olyan szempontból, hogy ugye nekem a bátyám volt régen diákszínpados, és tőle hallottam nagyon sok mindent, hogy milyen jó dolog, és igazából ezért akartam belekezdeni, de nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fog kisülni ez az egész. Olyan borzasztó tanúvallomások születtek a nőkkel szemben elkövetett erőszakosodások. Körben is sor került hasonlókra. A helyiek szerint még a köztemető nagyobb kriptáit is feltörték, és odahurcolták a lányokat. Asszony. Kérek! Háború volt. Ellenséges területen ellenséges elemek között. Ott minden megengedhető. Vannak emberiességi szempontok. Háborúban csak katonai szempontok vannak. Ott nem parancsol sem az ítélőszék, sem az Isten, csak a tábornokok. Az ellenséggel szemben minden szabad volt. Voltak éppen kicsoda maga? Nem tudom. Nem tudja? Százados vagyok. A megszálló hadsereg századosa. Csak ennyit lehet volna tudni. És miért van itt? Mert én lőttem le a püspököt. Szerintem az iskolához ez eléggé hozzátartozik, ez a latinovics diákszínpad, és amikor kisebb voltam, akkor már akkor is voltam sok előadáson, és nagyon tetszett, hogy felsőbéves diáktársaim váltak színészeké az orrom előtt a színpadon, és ez engem mindig is nagyon érdekelt már kiskorom óta a szavalás, vagy az előadó művészet, vagy a maga a színjátszás, és ezért mindenképp szerettem volna bekerülni ebbe a diákszínpadba. És sikerült is szerencsére, és 9. korom óta már itt játszom, és nagyon-nagyon szeretem, mert gondolkoztam rajta, hogy esetleg talán színésznek álljak, de ezt aránylag hamar elvetettem, de minden ilyen irányú igényemet ez teljes mértékben kielégíti ez a diákszínpad, és nagyon szeretek ide járni. Ugye nem arra buzdítjuk a gyerekeket, hogy az életüket áldozzák fel, de azok az értékek, amelyek a báró püspök életén keresztül így eljutnak a gyerekekhez, azok szerintem örök idejű, örök életű elvek, értékek. És amire az első bemutató előadáson figyeltem, először a döbbent csend, és azután a felhangzó tapsvihar bizonyította, hogy a gyerekek igenlésével, tetszésével találkozott a darab. Vajon mire gondolhatott a püspök úr,
miközben szenvedett. Ezek csak feltételezések, nem tények, nem adatok. Ki oktat? Engem? Pokolba a tényekkel, a lényeget akarom hallani! Hálás volt. Miért volt hálás? Azért, hogy nagyféntetlen Krisztussal együtt szenvedettem. Ugyan, mi ebben az öröm? Miért, Pirú? Mi az az öröm? Az öröm nem történelmi kategória. Mi a történelmi? Úgy gondolom adatok és tények. Tények? Miért? Pirú? Eseményekről. És kik felelősek az eseményekért? Kik csinálják és élik meg a történelmet? Az emberek. Persze az emberek. Akkor az emberi érzés miért ne lehetne történelmi kategória? Sokszor a gyűlölet valóban háború szülhet. És a szeretet? Én úgy gondolom, hogy a sokféle képesség közül, amelyekkel az Isten felruházta az emberi lelket, kétségkívül a legértékesebbek egyike a szeretet. A püspök úr halálos vágyán is imádkozott a gyilkosaiért. Ez talán már nagyszombaton történt. Az imént volt alkalmam beszélgetni a tanúval, de csak napéntekig jutottam. Mi történt nagyszombaton? Meglátogattam a püspököt. Nagyon szenvedett? Bizonyára. Panaszkodott? Nem. Egyetlen szóval sem. Akkor mit mondott? Először kérdezett. Mit kérdezett? Azt kérdezte, történt-e bajuk a nőknek. És? Történt? Nem. Az igazsághoz híven azt válaszoltam, hogy utána már senkinek sem görbült a hajaszála sem. Színét sem láttuk többé orosz katonáknak. Mondott erre valamit a püspök? Azt mondta, tehát a Jóisten elfogadta az én áldozatomat. Áldozat? Mikor halt meg? Még megérte a húsvét vasárnapot, az Úr megengedte neki, hogy a feltámadás örömében is részesülhessen. Húsvét hétfőre virradóra tért haza az örök hazába. Miután megnéztük az Apor Vilmos előadást, szóltak nekünk, hogy itt a sportélet is kitűnő. Vannak itt nagyon eredményes röplabdázók, kézilabdázók és persze más sportolók is. A budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumban működik egy sportegyesület, ami a maga nemében egyedülálló. Az utóbbi időkben kiemelkedő sikereket is elértek a klub tagjai. Most ők következnek. A sportegyesületre lennék kíváncsi, ez egy különleges dolog, hogy egy iskolának van egy külön sportegyesülete, ami külön létezik, de mégis együtt működik az iskolával. Ugye iskolánk deklarált a nevelőiskola, és ezt fontosnak tartottuk. Adódik abból, hogy egy egyházi iskola, ezért a nevelés az mindig fontos szempont, illetve az, hogy 8 évfolyamos gimnázium, és ez olyan lehetőséget ad a sportban, hogy egy olyan modellt valósíthattunk meg, mert az a célja, hogy a bejövő 10-12 éves gyerek nem csak az érettségi 18 évesen legyen lehetősége sportolni szervezett keretek között, hanem utána is, hogyha szeretne tovább sportolni, akkor ezt itt házon belül meg tudjuk oldani. Gyere! 2-3! Hajts! Lányok, mit szeretek a röplabdázásban? A csapatot. És az eredmények fontosak? Hogy jó eredményeket érjetek el? Hát igazából annyira nem, igazából. Hát az a jó, ha úgy együtt van a csapat, és úgy játszunk, és akkor ez csak ilyen plusz, hogy tudunk nyerni. Most már több mint 350 tagunk van az egyesületnek, ebből több mint 100-an öreg diákok, akik különböző bajnokságokban érettség után játszanak még tovább mindenféle nemzeti bajnokságokban. És hát a gimnáziumi csapat is, akiket éppen itt látunk, ők is azon túl, hogy a diákolimpiákon próbálnak tisztességesen helyt állni, azonképpen rendes klubbajnokságban indulunk, úgyhogy most hát azzal büszkélkedhetünk, hogy kézilabda vonalon is, illetve röplabda vonalon is a legeredményesebb iskolai csapatként vagyunk jelen. A legidősebb játékosaink már 2-3 gyerek után jönnek még mindig visszajátszani, és együtt játszanak az itt 14-15 éves lányokkal.
És ez a szülők felé is egy olyan jelzés, hogy érdemes nálunk sportolni, velünk lenni, mert egy életen áttartó sportolási modellt tudunk biztosítani. A kézilabda és a röplabda két erős, nagy hagyományokkal rendelkező sportágunk. Kézilabdások már 3-4 országos diákolimpiát nyertek már, mi is nyertünk már 2-t. Úgyhogy Budapest évek óta nyerjük folyamatosan. Az ország 10 legsportosabb iskolája között vagyunk, úgyhogy van egy ilyen egyesület az iskolai sportra ráépülve. Kettőnek a egymás támogatásával tudtuk ezt az eredményt biztosítani, mert gyakorlatilag akiket elértünk eredményeket, ez a 9. hely az országos listán, ez gyakorlatilag abból van, hogy tényleg ezek a gyerekek, akik itt játszanak, ezek nálunk kezdték el az adott sportágat. Csoport, vigyázz! Köszönjük! Tanárnőnök tisztelettel jelentem a csoportlécem a 16 hiányi Somogyi Ábel és később Benmáté. Milyen itt a sportélet? Hát ebben az iskolában már hagyományosan, hosszú évekre visszamenően aktív a sportélet, nagyon sok sportágban. 3-4 éve volt egy fiatalítás a tantestületben, és azóta még jobban föllendült, ha lehet ezt mondani, de már hosszú évekre visszamenően a röplabda és a kézilabda hagyományosan jó eredményekkel szerepel. A fiatalítás óta a labdarúgás és a kosárlabda is aktív szerepet kap, illetve minitramp és szertorna, amiben aktívan szerepet vállalunk és visszük a gyerekeket versenyekre, edzésekre és hasonló. Tanár úr, mi ez a minitramp? Ez tulajdonképpen önálló sportákként nem állja meg a helyét. Ez a tornának, konkrétan a széltornának egy kiegészítő szere, ami aztán szerepet kapott az oktatásban, és ilyen formán, mint egy bemutató. Itt nálunk külön edzésként foglalkozunk vele. Az iskolának van egy bemutató csapata itt el mögöttem, és ők művelik ezt. Azért azt tudni kell, hogy budapesti másodikok, akik itt állnak mögöttem, de azért ennek kicsi a mezőnye. Lévén nem egy olcsó szer, és nincs is minden iskolában, meg azért elég veszélyes is, és azért ezt kevesebb vállalják, hogy tanítják. Kell hozzá azért egy kis szakértelem, meg azért egy kis bátorság is, ezt merje valaki egyetlen tanítani. És ilyen módon kicsi a mezőny, de van verseny, de főképp bemutatóznak. Neked könnyű lehet! Lányok, mondta a tanár úr, hogy ehhez kell bátorság. Amikor elkezdtétek, nem féltetek? Hát egy kicsit, azért. És balesetek nincsenek? De szoktál azért. Az iskolának a feltételrendszere teljesen ideális a sportra. Tehát nem csak kézilabdára, röplabdára, kosárlabdára, labdarúgásra, szertornára.
ezért a gyerekek élvezik azt, ami itt van. Tehát jelentkeznek szakkörökre, egyszerűen szívesen jönnek hozzánk sportolni, és mi ezekben partnerek vagyunk. A lányok, miért szerettek kézilabdázni? Hát a tanár. Persze. Igen? Ösztönző. Milyen a tanár? Jó. Összekovácsolja a csapatot. Ez volt a budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium. Biztosan vissza fogunk még ide térni, de addig is, két hét múlva ugyanitt, ugyanekkor. Sziasztok!